az emberek igazságérzete, illetve a mindannyiunk igazságérzete követeli azt, hogy legyen egyfajta elszámoltatás, de ami papíron legális, azt hogyan tudjuk utólag elszámolni. Kötetlen beszélgetésre hívta és a mozgalomhoz való csatlakozásra kérte a balatonfüredieket Donát Anna, a Momentum alelnöke és európai parlamenti képviselője a Közösségi Házban megtartott fórumán. A politikus jókora késéssel érkezett a városba, ennek ellenére az érdeklődők kitartottak és megvárták a szociológus végzettségű Donát Annát. Mondandójában kitért a Balaton helyzetére, úgy fogalmazott, ahogy országosan úgy a Balaton körül is le kell állítani a magánzsebeket kitömő, a közösségi érdekekkel szembe menő látványberuházásokat, amelyek ráadásul a tó élővilágát, a térség élhetőségét is veszélyeztetik. Ezek helyett valódi fejlesztésekre, a közjót szolgáló beruházásokra van szükség. Ha a Momentum 2022-ben a választók bizalmából kormányzati pozícióba kerül, az egyik fő feladatuk az elszámoltatás lesz. Tételesen meg fogják vizsgálni a parton folyó építkezéseket, a vízpartot pedig visszaadják az embereknek, mondta Donát Anna. Nem csak az itt élők, illetve nem csak az ide látogatóknak az érdekében, hanem alapvetően a nemzeti, illetve környezetvédelmi kincseink megőrzése érdekében a lehető leginkább meg kell őrizni a Balaton állapotát. Már így is túl van építve a környék, már így is sokkal több mindent vettek el a természettől, illetve az emberektől, mint amennyit szabadott volna. Mi abba hiszünk, hogy a Balaton mindenki, és abba hiszünk, hogy a Balaton úgy jó, ahogy van. Le kell állítani a beruházásokat, és mindenképp utána kell menni, azért itt rengeteg korrupció muty is úgy van a körül, hogy ki, hol, miért kaphatta pont azt a nádast, ahol éppen hotel fog épülni. Azt gondolom, hogy ez egy sokkal nagyobb elszámoltási csomagnak a része kell, hogy legyen, ez egy rendszer szintű korrupciónak a része, ami nyilvánvalóan nem nyugtatja meg a helyieket. Azt gondoljuk, hogy a helyiek bevonásával kell az infrastruktúrát fejleszteni a Balaton körül, hiszen egyértelműen időről időre azért foglalkozni kell azzal, hogy rekreációs szünidei célokra is használva hogyan tudjuk fejleszteni a Balaton környékét. Ami most történik, az egyszerűen egy-két ember zsebére játszva üzletelgetés, egyértelműen nem tiszteletbe tartva az itt élők, illetve az ide látogatóknak az igényeit és céljait. A Balatonfüredi Fórumon természetesen országos és nemzetközi ügyek is szóba kerültek, de a Momentum politikusa elsősorban a helyiek véleményére, ötleteire volt kíváncsi. Meghallgatta, hogy a városlakók milyen problémákkal szembesülnek.